Valószínűleg még a rendőrök is meglepődtek azon, hogy mennyi menekült bujkál a Horgoshoz közeli határszakasz erdős részeiben. A határrendészet, a csendőrség és a rendőrség különleges alakulatai közel 1500 olyan embert találtak elhagyatott szállásokon, gyümölcsösökben és alkalmi búvóhelyeken, akik nem tudták bizonyítani személyazonosságukat, sem szerbiai tartózkodásuk jogszerűségét. Voltak olyanok is, akik a közeli kukoricásokban menekültek, de a nagy számban kivonuló rendőrök elfogták őket. A hétfő hajnalban elkezdett és a délutáni órákig tartó akcióban megközelítőleg 500 migráns találtak. Valamennyiüket megmotozták a rendőrök, majd a helyszínre kirendelt buszokon, Preševóba, a menekültek befogadó központjába szállították őket. Itt mondjuk el, hogy a Szabadkai Városi Tanács minap ülésén migrációs törzskart alakítottak, amelynek élén a város polgármestere István Bakityál. A 9 tagú törzskart az önkormányzat, a menekültügyi biztosság, a Vöröskereszt és a rendőrség képviselői alkotják.